Perccel a jövőbe podcastbe, ott háromszor tapsolnak, hogy össze tudják húzni. Ó, ez vicces. Mindenkinek ott van a tap, de hát nem... Szerintem mindig sikál. Megoldódik. Na. Szerintem sem. Meg hát abban nincs kihívás tőled. Nem keresem én a kihívásokat. Dehogy nem. Dehogy nem. Ezért diablózol. Bár igaz, te nem szereted a kihívásos játékokat. Viszont Subneotikában sikerült elérnem az összes achievementet. Bizony. Azt kire. Ez már valami. Az összes achievementet kiplatináztad? Igen. Az egyik Assassin's Creed-be értem el egy olyan szintet, hogy nekem is majdnem megvolt minden. Uh-huh. Plusz az első 500-ba benne voltam a világon, és bebuktam a mentést, nem töltött többet be. Az kellemetlen. Az Assassin's Creed Valhallába? Nem abba. És nem tudtam róla, hogy ez egy ismert hiba. Ha nem töltöd le a saját gépedet, csak az online mentés használod, mert ugye én azt hittem, hogy attól jobb nincsen, akkor néha az bekavarodik, és elveszted a mentéseidet. Mindegy, engem nem érint. Nem szeretem az Assassin's Creed-et amúgy sem. Én akkor nagyon szerettem, de az volt az utolsó alkalom, hogy játszottam vele. Megértem. Valamelyik Black Flag, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Ja, a hajózós. A hajós volt. De szerettem nagyon, az nagyon jó volt. Én egy hajós játékkal játszottam sokat. Hú, nem emlékszem már a címére. De az jó volt, hogy menni kellett össze-vissza, és akkor összevásárolni hajóra mindenféle dolgokat, és akkor, ha útközben találkozták kalózokkal, akkor lehetett lődözni hátrafele. De ez még valamikor 2000-be. Sea Dogs. Hát én azért várom, de én ezt a Horizon Zero Dawn című játékot. Mit vársz rajta? Itt van nekem PS4-en mióta. Jó, de én nem játszok PS4-jel, tudod? Horizon Zero Dawn, az melyik? Az mi? Survival játék az is, nem? Ja. Kicsit posztapokaliptikus játék, az lényeg, hogy a technológia túlnőtte az ember, de már nem tudja irányítani, és ilyen technológiai állatok jelentek meg, és az emberiség az meg visszasüllyedt ilyen kisé barbarizmus állapotába, és ilyen íjakkal, meg mindenféle bunkókkal íjakkal a robotok egymást, ellen? Igen, de igen. Azért ezek az íjak az azért fel vannak turbózva, tehát nyilván olyan anyagokból vannak, amik átütik a fénypáncélt, meg ilyeneket, de... Ha robotokról beszélünk, akkor gondolom azok tali vannak mindenféle fajta szenzorral, érzékelő. Igen, de igen. Úgy képzeld el, mintha ezek állatok lennének, vadállatok, vagy legalábbis... A robotok? Ilyen, aha, és hát igen. Ilyen félintelligens, önműködő gépek. Egy robot technika több száz méterre vagy kilométerre el tud lőni. Hát az attól függ. De ezek nem lőnek. Ezek nem lőnek? Van, amelyik lő egyébként. Ja, aha. Nagy monster az lő rendesen lézerrel, nagyon durva. Ja, lézerrel lődöznek, igen. Uh-huh. Akkor átvették a robotok az irányítást, és olyan hülyék, hogy nem csináltak maguknak fegyvert? Nem csináltak, evolválódtak. Egy fém alapú evolúciónak a lehetünk tanulni, vagy valami ilyesmi, nem tudom pontosan. Na most spoilerezzem el, vagy ne? Mikor ilyen játék megjelent már? Mikori? 3 éves. Hát akkor mit spoilerzel rajta? Mert nincsen PC-re. Mindegy, teljesen mindegy, mert már akkor kint van 3 éve a játék, úgyhogy nincs mit spoilerezni. Jó, van, akkor spoilerezna. Azt játszod végig, hogy van egy lány, aki kitaszítottként él a törzséből, az apjával, kap egy nevet faterjától, az emberek ilyen kőkorszaki körülmények között élnek, és az apja tanítja vadászni ezt a csajt, a vizekben élő állatokra, a levegőben repülő állatokra, meg a fémből levő állatokra, és a lány kiskorába bemegy egy barlangba, ami tiltva van, hogy oda bemenjenek, és bemegy, és talál egy fura szerkezetet, amit azt hiszi, hogy fülbevaló vagy valami, és felrakja így a homlokára valami dísz. És akkor felrakja a homlokára, és amikor benyomja, akkor mesterséges intelligenciát aktivál vele. Megtanulja használni, meg megtanul egy csomó mindent a régi korokról, kiterjesztett valóságot lát ő akkor, amikor ez be van kapcsolva, és ha ránéz az állatokra, akkor meglátja, hogy hol van a sérülék, mármint a robotokra, akkor meglátja, hogy hol van a sérülékeny pontjuk, hol van az energiaraktár, amit hogyha megütsz, akkor felrobbantod. Uh-huh. Ahogy megy tovább, kiderül a sztori, hogy az emberek megalkottak egy mesterséges intelligenciát, és ezzel a mesterséges intelligenciával próbáltak együtt élni harmóniában, meg minden, de az elszabadult, és elkezdte gyártani ezeket a robotokat, amik gyakorlatilag kiirtották az emberiséget, mindaddig, amíg technológiai fenyegetést jelentettek, és vannak olyan
állatok, amik nyersanyagot gyűjtenek, tehát mondjuk úgy legelnek, azoknak nem olyan nagy az érzékelőkörük meg a hatékonyságuk. Vannak watcherök, tehát ilyen figyelők, amik arról vannak ugye felkészítve, hogy nagyobb a szenzor range-ük meg minden, és vannak ilyen hatalmas nagy dögök, amik ilyen jobban tudnak támadni, meg nagyon erősek. És akkor neked az a lényege, hogy ahogy mégy, hogy vissza kell hódítani ezzel az eszközzel, egy csomó mindent meg tudsz csinálni, és az uralmad alá tudsz kényszeríteni egy csomó ilyen dolgot, akkor lesz ilyen robotlovad, és akkor az a lényeg, hogy meg kell nyerni a játékot, ki kell kapcsolni ezt az intelligenciát, vagy mit. Értem. Érdekesnek hangzik, de szerintem nem lesz annyi idő. De hát ez PS4-en csak le kell ülni, azt végignyomni. Ja, PS4-en. Igen, legkönnyebben olyan, hogy ráfekszik a macska a Joy-ra, akkor végigjátsza. Komolyan, tehát ilyen, tényleg ilyen... Ez nekem való játék. Aha, az még nekem is ment. Beszélgetni kell ugye a falusiakkal, és akkor van három választás, és az egyik mellé van egy ilyen, hogy szív, hogy ilyen békés, van egy neutrális, meg egy harcias választás. És akkor azt szerint tudod kiválasztani, tehát még végig se kell nagyon olvasni, hanem azt mondod, hogy te a békés megoldást választod, vagy neutrálist, vagy a harcias megoldást, és ugye ennek megfelelően más lesz a sztori alakulása. Mm. Nagyon szép, nagyon jó játék. Te játszottál a legújabb, legutolsó God of War-ra? Kit kérdeztél? Uh-huh. Hát mivel, hogy PS4-es God of War, így Lacát nem kérdezhettem. Így van. Nem játszok PlayStation. Az csak gyerekeknek van. Én is hiszem haza. Nem, PlayStation-ön csak Gran Turismozok, semmi más nem csinálok rajta. Gran Turismozni, és ennek Gran Turismoztam egy 2 éve. Ha autózhatnék, ha van, akkor azt bekapcsolom, és autózok egyet. Akkor neked a PlayStation 4 az olyan, mint nekem a Switch, hogy neked egy autós konzolod van, nekem meg egy diablós konzol. Igen, így is lehet mondani. Értem. Felrakom a második videót nem sokára a Diablóról. Ja, igen. Amiben bemutatom, hogy kell augmentálni. 2 perces videó körülbelül, hogy csinálom a Season Journey-t, és akkor hogy kell beletörni egy 50-es követ egy bármilyen Ancient Legendary tárgyba. Uh-huh. Szerintem akár be is köszönhetek, hogyha már mindenki itt van, mindent összeszedtünk. Szeretettel köszöntjük nagyon kedves hallgatóinkat a Hídnyugatra Podcast 31. akopaliptikus epizódjában. Ezen a felvételen itt van Gyuri. Sziasztok! Laca. Sziasztok! És én István. Műsorunk többek közt elérhető az iTunes-ban, a Spotify-on, az Anchor FM-en, és megosztjuk a YouTube-on, valamint a Facebookon is. Ezen kívül letölthető a honlapunkról a www.hidnyugatra.hu oldalról. Kérdéseiteket, hozzászólásaitokat, kommentjeiteket várjuk a fent említett helyeken, illetve elkerülhetitek a következő e-mail címek egyikére, info@gyuri.laca@istvankukac.hidnyugatra.hu. Ma 2020. május 8-a péntek van, a 444 szerint ingyen osztogatta a sörét egy német sörfőzde, gumilövedékes puskával lövöldöztek egy autós üldözés részvevői Hernád Németiben, tudtuk meg a Bonhut cikkéből. Szingapúrban a Boston Dynamics-es spot robotokat is bevetik a szociális távolságtartást előíró rendelkezések betartására, írta az Index. Mit mondtam, milyen robotokat vetnek be? Ezeket a spotokat, a fej nélküli kutyarobotot. Uh-huh. Ja, igen? Uh-huh. Az durva. Az a jövő. Kicsit Black Mirror-os visszautalva az előző epizódunkra. Uh-huh. Az a robot úgy néz ki, mint valami furcsa fejű madárkutya, vagy mit tudom, micsoda. Mert a nyak olyan, mint egy strusznyak, nem? Igen, de ez a nyak nélküli az sincs verzió. Neki? Nincs. Hát mert az egy fogókéz, ami onnan kívül a fejéből. Igen. És akkor mit tud csinálni? Ezek hogy... nem. Járőrözik, kamerázik, felvesz, nem lő, nem bánt, nem üt. Nem India, hogy botokkal verje egy jó népet. Jaj, most láttam egy jó ilyen rövid videót a Redditen. Valami indiai fickót emberkedett, meg üvöltözött, meg kivagyiskodott, aztán a következő jelenetben már a rendőr fogta egyik kezével a pólóját a nyakánál, húzta, rángatta, szétszagadt teljesen, a másik kezében meg egy hosszú bottal verte a seggét. A csávó csak így szaladgálta körbe-körbe. Olyat láttam, amikor nem is ilyen vastag bottal, hanem mintha magyarú vesző lett volna rajtuk, azt azzal ütötte a lábukat. De azzal nagyon hurkásra lehet ám bizony csapni. Bizony. Bizony.
most már megfogadtuk, hogy nem veszünk semmit, ugye, mert gazdasági hanyatlás jön, nem veszünk semmit, ugye? Én csak egy játékot vettem, de az olcsó volt. Én vagyok az egyetlen, aki eddig tartja ezt a fogadást. 5000 forint alatti összegért. Na és mit vettél? A Subnautica Below Zero kiegészítőjét. Ja, megvetted a kiegészítőt, amit mondtam múltkor? Megvettem. Meg én. Most egy hétvégén kijátszom. Most kaptál fizut, nem? Igen. Tudom meg a csökkentett fizetést, ugyanis itt Magyarországon eléggé nagy gáz van, és a munkavállalók egy részének vagy az ajtót mutatják meg, vagy azt mondják neki, hogy akkor csökkentett fizetést kapsz. És de hát miért van nagy gáz, hogyha Magyarországon addig legkisebb a izé, vagy az egyik legkisebb a fertőzések és a halálozások száma? Hát ezt politizálás száma nélkül nehéz kifejteni, és inkább nem mennék bele, de... Nem kell, annyira nem is kell belemenni egyébként. De legyen elég annyi, hogy van, aki ellopja. Aha, jó. Ezért szeretjük Magyarországot. Uh-huh. Magyarország, én így szeretlek. Uh-huh. Visszatérek egy pillanatra a sztorimra. Gyermekem ugye otthonról tanul, ezért kell, hogy legyen neki egy telefonja, amin esetleg tud, el lehet érni meg mindent. Hazavittem neki az iPhone 6-osomat, ami nálam olyan 3,5 évig teljesített hibátlanul. Úgy lehalt nála valahogy, valamilyen módon, hogy hiába dugjuk rá a gépre, mármint ő rádugja a gépre, én remote-ból próbálom helyrehozni az iTunes-szal, de azt mondja, hogy valamiért download failed. Úgyhogy nem tudok vele mit csinálni, majd ha hazamegyek, akkor megpróbálom megnézni. Hálára összetett csináltatok már rajta? Igen. Mármint, hogy én azt gondolom, hogy igen, de hát nem vagyok ott, nem tudom megnyomni a gombokat. Aha. Úgyhogy én, amit innen meg tudtam tenni, azt megtettem, de semmi gond, mert volt neki egy HTC M8-as telefonja, ami hát ugye HTC csúcsterméke volt 2014-ben, tehát egy nagyon jó kis telefon, fémházas, kemény, jó bírja minden. Egészen jól is bírta addig, amíg valamilyen applikációra nem került, aminek nem kellett volna. Ennek következtében úgy behalt, hogy belassult, mint a dög, és már kezdett nem működni a touchscreen-je se, az nem applikáció miatt, hanem gondolom a hosszú évek földhöz vágásának többszöri lejtésének következtében, és csináltak rajta egy faktori resetet, és azóta nem megy a touchscreen se olyan részen, hogy nem tudják elindítani. Úgyhogy vettem egy Xiaomi M8A típusú készüléket 84 euróért az Alibabáról, és megrendeltem hozzájuk, hogy legyen egy telefonnál. Ez a Redmi 8? Igen, Redmi 8A. Mennyibe került? 84. Ja. 84. Ahhoz képest Indiában feléért dobálják oda mindenkihez. Ennyiért tudtam beszerezni, ez volt a legolcsóbb, amit találtam. Arra jó lesz, amire nekik kell. Uh-huh. Az tök jó. Jaj, nekem meg volt még egy költésem, bár ezt még az előző hónapban a kis megtakarításból kigazdálkodtam. Megvettem azt a vibrációs tréner padot, amiről beszéltünk. Nem beszéltünk róla. Milyen vibrációs trénert? Ez tulajdonképpen egy ilyen 10 centi magas, kis gumírozott pad, ilyen kis sámli alakú cucc, amivel két lábbal fel kell állni, és akkor ez így rezeg oda-vissza. És attól függően, hogy milyen fokozatra állítja be az ember, attól függően gyors ez a rezgés. És még két ilyen gumi kötelet be lehet akasztani az aljába, és akkor itt lehet húzogatni, ilyen kis bicepsre rá lehet menni, miközben szétrázza a sejhajadat, meg ilyenek. Szóval az van, hogy én elindítottam, ráálltam, és ilyen egyes-kettes fokozaton így rezgett, hát mondom, ez olyan kis jó. Vegyük feljebb. Felvettem ötösig, na ott már úgy zizget, de van rajta ilyen mód, hogy lépés, meg futás, meg sprintelés mód. Mondom, próbálj ki a futás módot, és az feldobta egyből 20-asra. Hát az elég jó volt, azt úgy bírtam 5 percig, rezgette a mindenemet is, de azért kipróbáltam, hogy milyen a futás mód, az egyből felrakta 50-esre, na ott már rendesen zsibbadtak az ülőgumóim. A sprintelés az meg felrakja 80-as fokozatba, és nem ez a max egyébként, felraktam már 100-as környékére, és ott is rezeg nagyon, de a sprintelés mód az olyan durva volt, hogy rendesen a pocakom is elkezdett zsibbadni, meg mindenem.
Tehát, hogyha férfiak próbáljátok ki ezt a dolgot, akkor azt javaslom, hogy olyan alsó nadrágot vegyetek fel, amiben nem lötyög a cucc, mert különben mindenetek el fog zsibbanni. De nagyon gyorsan. Ha botver a tojásodból? Az simán, ez simán. És nem hiszed el, de az első alkalommal 10 perc után már rendesen izzadtam. És ezek a gyakorlatok, ez a járás-futás sprintelés mód, ez 15 percen át megy. Mert van egy időzítő, hogy meddig megy is. De én nem bírtam 15 percet. Ma már bírok 15 percet a sima gyaloglás módba, miközben úgy szoktam, hogy reggel felkelek, megiszok egy kávét, és akkor nézek valami könnyű videót a YouTube-on, így 10-15 percig, és akkor addig ráállok erre a szörnyetegre. De szerintem nem igaz, hogy nem használ semmit, mert én érzem azt, hogy azért rendesen megmozgatja De az mi az, amit érzel, részeket? Hogy frissebb leszel, vagy fittebb, vagy erősebb? Hát vagy... figyelj, tényleg olyan, mintha gyalogoltam volna sokáig. Aha. Főleg akkor, hogyha berogyasztott lábbal próbálok állni rajta, ami ugye ugyan megvédi a hátsó feltájámat a zsibbadástól, de a combom és a vádlim azt teljesen be tud durranni. Hát szerintem, hogyha 10-15 percen nem. keresztül rogyasztott érdel állsz ez enélkül, azt szerintem akkor is be tudod. Nem úgy. Tehát nem olyan módon. Tehát ugye ez nem olyan rossz. Alapos vizsgálatot kell indítani, az azt jelenti, hogy megméred magad, hogy hány kiló vagy most, és megmondod, hogy egy hónap múlva, hogy mennyit sikerült leadni ezzel. Ez a terv naponta kétszer használom, és meglátjuk. És hány kiló vagy most? Nem kell elmondani, mert a végén még megkérdezitek, hogy én mennyi vagyok. Hány kiló vagy is ti? 20? 40? Nem. 40 az 38 voltam, most már csak 24. Ja, jó. Okay. Igen, szóval nekem is az a cél, hogy leadjak legalább 10 kilót. De hát nem, hogyha már elmondtuk a rádióban is hallgatnom minket, akkor nem az lenne a lényeg, hogy azt is tudják, hogy milyen hatással mire volt. Hogy majd csak azt fogod elmondani, hogy ennyi idő alatt hány kilót? Hát én elmondom szívesen, most 92 kiló vagyok. Nem is olyan sok. Nem, de azért úgy látszik az emberen, hogy azért az... Hát, jó, nem persze. Nem vagyok hozzá egy magas ember. Tehát én az a tipikus köpcös figura vagyok most jelenleg. Hát én 186 vagyok, de még 92 kiló nem voltam soha. A legtöbb, ami voltam életemben, az 86 kiló volt. Na. Attól több nem volt. Én 12 centivel alacsonyabb vagyok nálad, és 92 kiló. Tehát az összeadhatod, hogy az nem az egészséges kategória. Úgyhogy kell. Az, hogy egészséges vagy nem egészséges, az mindig az adott személytől függ. Ha jól érzi magát a bőrében, akkor egészséges. Ha nem, hát akkor én is így vagyok vele egyébként, de azért úgy érzem, hogy jó lenne egy kicsit, tehát egy normalizálni 80 alá menni, mert az... Ezért akkor vetted már ezt a kis szerkezetet, mert érzed, hogy neked jobb lenne egy kicsit kevesebb, és teszel valamit érte. Így. Mi támogatunk, Laca, de továbbra is azt gondolom, hogy itt a biciklizés meg a kajára való odafigyelés sokkal többet jelent, hát a kajára odafigyelek a fenékrázatás. Kajára odafigyelek. Én kaját szoktam rendelni, van egy ilyen ételrendelő szolgáltatás, és ott megvan adva minden ételnél, hogy mennyi az energiatartalma, a szénhidrát, meg mindenféle adat, és általában mindig olyat rendelek, ami a egészséges kategória, főzelék, diétás, meg ilyenek. De jó ételeket azt csinálnak. Azt tudod, hogy nem muszáj azt nézni, hogy mi az, amit eszel, hanem az, hogy mennyit eszel belőle? Inkább az, hogy mennyit eszel belőle. Mindig kis adagot eszek belőle egyébként. Általában ezt is titől tanultam, hogy nem... A többször keveset nem jó. Többször keves. De miért? Nem? Nem jó? Egész nap nasolsz, az nem jó. Hát nem egész nap nassolok, hanem... De 3 óránként te. Az igen, nem egész, tehát nem egész jelent. Nap, így van. Tehát én 3 óránként ennék, úgy néznék ki, mint egy hájas dög. Jó, tudjuk, hogy te neked más az anyagcseréd, vagy meg te dolgozol annyit, mint a rosszló, de én amióta 5-szer, illetve 6-szor eszek egy nap, csak normális adagokat, kisebb adagokat, meg odafigyelek, hogy mi, azóta lement ez a 10 pár kiló. 13-14 kiló. Bocsánat, Isti, most látom csak, hogy ami kintről, a gyerekem műve, az mind benne lesz a felvételbe, mert látom a hangsávon. Addig, amíg nem beszélsz. De azt nem nagyon tudom megoldani. Az nem baj, lesz egy kis hangulat legalább az a felvételen. Nem van. Várjál, ezt azért érdemes. Ezt...
a kicsi lányom produkálja magát. Énekel? Na, de te akkor megnézted azt a Redmi 8-at? Én ránéztem a Redmi Note 8A. Nem, nem jó. Xiaomi Redmi 8A. Uh-huh. Igen, igen, ezt láttam én is. Hát, amit olvastam róla, az nem túl meggyőző egyébként. Tehát olcsó telefon, és ez meg is érződik azon, hogy elég gagyi benne a kamera, nem túl erős benne a hardware. De van hozzá egy 5000 mAh akkumulátor. Sokáig bírja legalább. Na mindegy, hát majd mondunk róla egy véleményt, amikor megérkezett és használják. Ha tök használhatatlan, akkor majd jó lesz, tudom én, kutyát dobálni. És mivel a gyerek kedvenc színe a kék, ezért kék színűbe rendeltem. Csodás. Hát a három közül biztos, hogy én is a kéket rendeltem volna. Miért a fekete nem tetszik? Nekem most nagyon sokáig a fekete volt a kedvenc színem, de igazán sose feketét hordtam, vagy vettem, hanem mindig a kéket. Nem tudom, miért ne kérdezd. Mert az a kisfiús. És akkor, ha már itt a vásárlásoknál tart, vettem egy ilyen bekapcsoló gombot az Amazonon. Költekeznek ezek a gyerekek, költekeznek magyarás nélkül. Most az asztalom szélére fel van ragasztva egy ilyen bekapcsoló gomb, és ezzel tudom bekapcsolni a gépet. De jó. Ezt lehet ez egyébként, ez jó, ez tetszik. Mennyi? 6 font 7. Mert nekem is olyan helyen van a bekapcsoló gomb a számítógépen, hogy nagyon nem szeretem. Én is úgy vagyok vele, hogy és ez rendesen van hozzá egy ilyen kis fém lapocska, ki tudod vezetni a gépházból vissza, úgyhogy tök jól, tök intelligensen, szépen ott van rajta. És ez a kis piros kütyük még? Van hozzá Power LED, meg HDD LED, tud villogni, meg minden, de nekem ugye nincsen bedugva, mert nekem ne villogja. Én csak annyit mondok a Google-nak, hogy start the engine, és elindítja. Tehát a számítógépedet? Aha. Ez tök jó, ez valóban működött nálam is, addig, amíg nem volt VPN-em. A VPN-en keresztül nem tudja bekapcsolni Alexa. Mert? Hát, ez csak hát mert nem éri el a belső networköt azon keresztül. De én nem a belső networkön keresztül küldöm neki a jelet. Egy push üzenetet küldök a számítógépre. Igen, de nem éri el kívülről, mert titkosított csatornán keresztül megy egy Zero Knowledge szerverhez a gépem kín, és nem tud rajta bejönni a... Ja, hát ha te paranoiás vagy ennyire... Bocsánat. Ez a te bajod. Nem jön vissza a Magic Pocket ahhoz, hogy bekapcsoljon a gépen. Kellemetlen, de ez vezetékes. Nincs ilyen vezeték nélküli kapcsoló? De van. Na hát, akkor olyat kellett volna. Találtam neked egy wireless kapcsolót egyébként. Tudom, én is találtam. Kicsit drágább. Gondolkodok rajta, hogy azt is belerakom. Pluszba bele lehet rakni. De nem tudom. Az a baj, hogy az távirányító. Igen. És azt elhagyod. Á, igen, azt elhagyom. És ezt írogatod? Ezek baromságok, nem tények? Igen, mert belinkeltél egy ilyen rejtélyes égi jelenségek, meg ilyen fura tények a nagyvilágból, de azok nem tények, azok csak ilyen idiotizmusok. Hát de miért nem vicces az, hogy rejtélyes égi jelenségnek hitték a tejutat Los Angelesben az áramszünet idején? Mondjuk azt el is tudom képzelni. De azt el tudom képzelni a pestiekről is egyébként. Ez arról szól, hogy 1994-ben egy nagy áramszünet volt Los Angelesben, ahol a hatóság nagyon sok bejelentést kapott egy rejtélyes égi jelenségről, kiderült, hogy a tejút volt az a jelenség, amit a helyiek nem ismertek. 2. Egy tanulmány azt állítja, hogy minél drágább volt a jegygyűrű, annál valószínűbb, hogy a házaspár el fog válni. Ilyen tanulmányokat lehet csinálni, tehát sok pénzért nálunk is most már, meg főleg ez az angol tudósok kiderítették, hogy pont. Vannak ezek a, nem tudom pontosan azt az oldalt, hogy melyik, de vannak ilyenek, hogy összehasonlítja a műholdak felbocsátásának a számát a görögdinnyének a világpiaci árfolyamával. De jó. Ez miért meglepő információ, hogyha sokkal boldogabbak leszünk, ha a pénzünket az élményekre költjük. Ebben mi meglepő van? Ezt nem értem. Tehát így nem. Nem vágom. Abban az esetben, ha kitörne a harmadik világháború, akkor a haditechnika fejlettsége miatt nagy esély van arra, hogy emberiség 80%-a meghalna, a maradék 20% sem élne sokáig, ugyanis ők a sugárszennyezést miatt veszítenék életüket néhány éven belül. Szerintem ez butaság. Ez is hülyeség. Egyrészt az ember túlél, tehát lehet, hogy csak 5%, de túlélne. Egyébként meg, ha kitörne a harmadik világháború, nem hiszem, hogy
atomháború tör neki, mert azért annyira hülye talán még Trump sincs, hogy atomfegyvert vetne be egy harmadik világháborúba. Nem lenne egy olyan határ, ahol lehet, hogy elszabadulna pokol, de arra törekednének, hogy ez ne történjen meg. Erre van egy jó mondás, ami úgy szól, hogy nem tudom, hogy mivel fogjuk vívni a harmadik világháborút, de hogy a negyediket kövekkel és botokkal, az biztos. Igen, ezt mondta Arthur C. Clarke, ezt tudjuk, de én szerintem, hogyha kitörne egy ilyen világháború, és mondjuk atomháború is lenne, Amerika lőni Ázsiát meg viszont, de most ebből jó, nem azt mondom, hogy hű de jó, meg boldogság lenne, de mondjuk Európának jó része az megúszna. Sokkal rosszabb lenne az élet, meg mit tudom én. Nem biztos, de egyébként Európa biztos nem úszná meg. Ha csak arra gondolsz, hogy azért olyan katonai szövetség alakult itt ki, ami nagy valószínűséggel valamelyik oldalon belépne a háborúba. A másik meg az, hogy nagyon nagy a népsűrűség Európában, és nagyon sok olyan célpont van Európában, amit egy háború esetén bármelyik fél, de lőne, az biztos. Inkább én arra számítok, hogy azokon a területeken, ami teljesen kívül esik az ilyen háború zónáktól, ilyen Izland, meg déli sark, meg ilyen helyeken, ott biztos túlélne néhány ember. Afrika nem tartozik az atomcélpontok közé. Tehát most Egyiptomot lőjék, nem. Vagy ezért? Igen. Nem. Tehát biztos, hát azért az ázsiai részt, ugye az északi részt, azt szerintem ott eléggé meglövöldöznék, főleg az olaj miatt. Meg arra nem beszélve, hogy ha itt atomháborúnak az esélye állna fent, akkor az mondjuk tartana 2,5 órán keresztül. Hát kb. Mire az európaiak döntenének, hogy akkor mi is csinálunk valamit, addigra vége van az egésznek. Ja. De a legnagyobb baromság egyébként, amit itt leírnak, az az, hogy van egy ilyen meglepő információ. Azt írja, hogy az ananászban bromelán található, ami egyébként bromelin, de mindegy, ami egy enzim, ami proteint fogyaszt. És azt írja, hogy ha betennénk a szánkba egy ananászt, és ott hagynánk, akkor apránként elfogyasztani minket. Na most egyrészt az enzim nem fogyaszt el senkit, az enzim egy idő után felemészti önmagát, mert az nem vírus, meg nem semmilyen élő szervezet, nem, az csak egy anyag. Az egy anyag, ami lebontja a proteint, de ez nem fog megemészteni minket. De ez ilyen hülyeséget hogy lehet leírni komolyan? Ez ilyen klikkvadász cikk már megint. Uh-huh. Egyébként Írország tényleg északabbra van, mint Észak-Írország? Nem. Akkor mert hol van ez? A 16-os. Ez hülyeség. Na ezt mondom, ezek hülyeségek. Van egy linkünk, aminek az első pontja az vicces volt, az összes többi meg hülyeség. Igen, kb. Jó van, na, nem olvastam végig. Gondoltam, meglepetés lesz. Meglepetés volt. Jó, meglepődtünk. Ja. Az első még így elmosolyodtam, a többi meg így vicces akart lenni. Mint amikor a stand-upos egy hatalmas felütéssel kezd, és utána elkezd beszélni arról, hogy milyen szar az élete. Oké. Okay. Ja, és történt velem egy baleset a múlt hétvégén. Az volt, hogy zuhanyoztam. Ami bármi meglepő, de szoktam olyat csinálni. Hát de várj, azt nem szabad, csak kezet mosni. Arra még nem kaptál engedélyt, hogy zuhanyozz is. Hát figyelj, itthon én nem használok fertőtlenítőt se, hopp. Azért ez durva, mi? Kemény mi vagyok. Mi lesz most? Zuhanyoztam gyanútlanul, amikor úgy gondoltam, kicsit ráadok a hideg vízből, már kezdett leégni a fejbőröm, és ahogy ráadtam a hideg vizet, a zuhany fej, ugye ami egy kis fogó, és a csavarós részével csatlakozik ez a gégecsőhöz, ami szállítja a vizet a végébe. Na ott a csavaros résznél az ott lepattant, és fejbe gyűrt. Nem fájt meg semmi, de nagyon meglepődtem. Annál is inkább, mivel utána a víz ott folyt szabadon a cső végéből. Tehát igazából nem ez a csavaros része esett szét, hanem a csavaros rész az benne maradt a cső végébe, és ott egy, nem tudom, valami ragasztóval, vagy valami ilyesmivel volt hozzá fogatva az zuhanyfejhez, és az ott szétpattant. És így leesett. Hát mondom, ez remek. Sikerült már megcsinálni? Nem csináltam, meg vettem újat, mert azt nem lehet már megcsinálni. Aha. Úgyhogy azt kidobtam, és 4 napig nem tudtam zuhanyozni, úgyhogy de aztán... Nem baj, az interneten nem hallatszik. Így van, de szuper. Nem hallatszik. Sikerült venni egy magyar, nem magyar, de helyi webshopba egy víztakarékos zuhanyfejet, de azzal is megjártam. Úgyhogy szörnyű.
én olcsó vackot vettem, nem azért, mert vacak, hanem egyrészt azért, mert hóvége volt, hanem azért, mert nagyon volt pénzem, és gyorsan kellett, és megrendeltem, és nem elég, hogy lassan ért ide, de ilyen nagyon gagyi műanyag kotyogós vacak lett, mint kiderült, úgyhogy hát ha 3 hónapot bír, akkor sokat mondok. Ha tovább bírja, én mondom, fogom szétverni. Aha. Úgyhogy ne csináljátok azt, amit én, kedves hallgatók, hogy ha gyorsan kell, vesztek valami olcsó vacak zuhanyfejet, inkább vegyetek valami normálisat, áldozzátok rá azt a 2-3-4-5 ezer forintot, de ilyen vackot még egyszer, ezt nagyon megjártam. Ó, én mindennel így járok, hogyha az elején akkor veszek valami olcsót, aztán kiderül, hogy az nem jó, akkor veszek valami ugyanolyat, de akkor még okosba egy drágábbat, vagy az se jó, akkor veszek használtan egy rosszat, amit meg kell javítani, aztán az se jön össze, aztán kitalálom, hogy mit lehet vele csinálni, azt a végén elköltök 3-szor annyit, és megveszem a drága endejót. Uh-huh. Hát így ez általában ez szokott lenni a menete. Az igazság, van nálunk egy nagyon jó kínai piac, ami nyilván most a koronavírusnak köszönhetően nincsen nyitva, és ott nagyon szuper cuccokat szoktak árulni, fürdőszobai cuccokat is, de azt hinni az ember, hogy ilyen gagyi vackokat árulnak, és valóban van az is, de van teljesen elfogadható áron, hát gondolom ilyen kamionról leesett anyag, amik tök jók, és tök megérik, úgyhogy ha amint vége ennek a mizériának, akkor elvágtatok oda, és bevásárolok valami rendes fürdőszoba kelléket. Akkor erre lenne egy sztori, mert a sokára jön meg sztorira. Képzeljétek el, újabb meglepetés ért a cégen belül. Az volt, hogy közölték, hogy péntek van, kevesen dolgozunk, rendeljünk kaját. 2 óra körül mondták, hogy akkor rendeljünk kaját, és akkor a cég számlájára megrendeljük, és kihozzák, és majd a cég ugye kifizeti. Ugye mondták, hogy egy ilyen 20 euró környékén fizet mindenkinek, tehát hogy körülbelül azt nézzük ki. Van nálunk az ilyen helyi netpincér, a Just Eat Dotai, ami Dotai? A hát pont ilye, csak egyél pont ilye, az arról szól, mint a netpincér Magyarországon, hogy ugye mindenféle helyről kiszállítanak. Van ilyen a Burger Kingből lehet rendelni, a McDonald'sból, meg ilyen helyekről. Én úgy gondoltam, hogy én nem akarok hamburgerezni, trash foodot enni, hanem én király csávú vagyok, rendelek egy pizzát. Egy pizza az olyan, ez ilyen 12 euró környéke. Mondom, akkor veszek hozzá egy snackboxot, ilyen 3 csirkerész, ilyen rántott csirke, bigyó, megsült krumpli hozzá. Ez pont kijött 20 euróból, mondom, az jó, akkor lesz kajám. De sajnos nem nyit ki az étterem, nem fog kinyitni, csak majd 4 órakor. Mondom, nem gond, úgyis 4:30-ig dolgozok, hát no para, megvárjuk. Leadtam a rendelést, kifizették mindent, és ugye mindenki elment útjára, láttam, nagy lendülettel ették a Whoppereket, meg a Big Mac-et, meg az ilyen dolgokat. Én meg nyeldekeltem nagyokat, de hát nem gond, hát baj, majd én nekem itt az étterem, frissen ide kihozzák, és akkor majd hazajövök, és akkor itt megeszek mindent, amit akarok. Megjött a levél, hogy akkor 5 órakor szállítják ki. Az a gáz, 4:30-ig dolgozom, semmi gond, kicsit túlórázok, ma megvárjuk. Itt küldtek egy levelet 5 óra előtt pár perccel, hogy most már készítheted a gyomrodat, mert mindjárt odaér hozzád az étel. Hát ezzel kikapcsoltam a gépemet, összepakoltam, szép komótosan kiballagtam a parkolóba, bezárt mögöttem az egész épület, már csak én rácsorogtam egyedül a parkolóba, egészen 30-ig. Amikor is meguntam a várakozást, felhívtam ezt az éttermet, hogy mi a fene van már a kajámmal. Mondták, hogy hát ők 5 órakor nyitnak, ki elkészült, már mindjárt ott lesz. Valóban 5 óra 38 perc lett a 4 óra 30 perces vacsorámból. Átvettem, hát nem voltam boldog, de hát szépen beültem az autóba, mondom, megkóstolom a csirke combot, hogy hazáig van egy ilyen 20 percem, még hazaérek, addig elmajszolok valami csirkerészt. Kinyitom a dobozt, és nem tudom, hogy mennyit kopaszthatták azt a csirkét, de többet paníroztak, mint kopóztak rajta, mert hogy 5-10 centis tollak lógtak ki a bunda alól. Elég undorítónak tűnt a történet. Megnyúzigáltam, megkóstoltam, kicsit halíze van, kicsit ilyen rágós, úgyhogy hagytam is, mondom, nem gond, a sült krumplit legalább megkóstolom. Hát a sült krumplinak ugyanolyan halíze volt, mint a
húsnak. Ugyanabban az olajban sütötték. Hát igen, de mondom, legalább jó sós, ja nem, mert sót se adtak hozzá, meg semmit, úgyhogy elraktam, hogy na, jó lesz majd. De nem baj, van pizzám. Hát a pizza már hideg volt, ellenben nagyon sötét barnára sütötték rajta a sajtot, és a szélét is a pizzának, tehát ez egy kicsit meg volt kapva. De hál' Istennek azért a hagyma az jó nyers volt rajta. Úgyhogy... És kaptam ezzel együtt egy levelet is, hogy értékeljem a céget, amikor úgy gondolom, úgyhogy majd szerintem fogom értékelni, de szerintem ezt többet, ezt az éttermet nem fogom választani. Írnék nekik egy levelet, hogy biztos akarjátok, hogy értékeljelek titeket? Tuti, átgondoltátok ezt? Engem telefonon kérdezték meg, valami nagyon szörnyű szolgáltatást kaptam, és a telefonbeszélgetés végén megkérdezte, mennyire vagyok megelégedve a szolgáltatással. És ilyen hangosan elmosolyogtam, és megkérdeztem tőle, hogy komolyan. És a csajon is lehetett hallani, hogy az is majdnem röhög. És azt mondja, köszönjük szépen, hogy igénybe vett a szolgáltatáson viszontlátásra, hogy gyorsan le is tette. Egyébként nálatok lehet rendelni Tesco-ból? Bármelyik kötöknél is? Igen. Lehet? Mi házhozszállítás van? Van. Nem van, tudom, van. Hogy nálatok, hogy van működik. Van nálunk is, falura nem hozzák ki. Igen, nálunk is limitált az, hogy hova hozzák ki. Mondjuk Budapest területén van mindenhol. Annyi, hogy ott kezdem, hogy az egész Tesco-s rendelés úgy működik, hogy van egy normális webshop, ahol ki tudod választani, hogy tojást veszel magadnak, milyen tojást, mennyi húst, abból is mennyit szeretnél, mit tudom én, minden rendesen, mintha bevásárolnál. Tehát ez eddig rendben is van, de a kiszállítás az nem úgy van, hogy lenyomom, hogy akkor kosár, és akkor fizettem is hozzátok, hanem úgy van, hogy foglalnod kell egy időpontot valamikorra, egy szabad időpontot, mert van egy táblázatuk, hogy mikor van szabad időpont, és ha a futárnál betelt az időpont, akkor nem tudsz rendelni, csak mit tudom én 3 nap múlva. Most felmentem, hogy hát nem megyek ki akkor a városban, mert koronavírus van, meg minden, meg úda jó gyerek leszek, és majd én rendelek, én tejet, meg ilyeneket is, azért sem megyek ki a boltba. De hát nem lehet, mert annyira be van telve ez a táblázat, hogy én egy héttel később tudják kihozni. De azt úgy elképzelem, hogy valaki vesz magának egy kis tejet, kis tejfölt, kis tojást, és akkor egy hét múlva kihozzák, hogy itt van. Kicsit már ugyan lejárt a szabadossága, de itt van. Az azért gáz. És csak előre lehet fizetni természetesen. Ez milyen, érted? Ja, és azt ajánlják az oldalon, az tök vicces, hogy előre foglald le az időpontot, tehát valamit beraksz a kosaratba, foglalsz egy időpontot, és kész, ennyi, és majd fizetsz nyilván, de az időpont előtt 24 órával még meg lehet változtatni a kosár tartalmát. Úgyhogy gyakorlatilag azt ajánlják, hogy foglald le előre 3 héttel az időpontot, és akkor majd akkor előtte egy nappal szépen összeheted a kis rendelésedet. Tehát gyakorlatilag azt lehet kell csinálni. Aha, hogyha mit tudom, én tudod, hogy minden héten egyszer vagy kétszer rendelsz, akkor minden héten én 3 hétre előre rendel, foglalsz egy időpontot magadnak. Ez hihetetlen, komolyan, nagyon durva. Még ilyeneket írtak, ami még úgy nagyon vicces volt, kicsit más szemszögből, hogy a koronavírusos időre tekintettel rendelésenként maximum 80 kg-ot lehet rendelni. Gondolom ezek az, is 80 rájöttek, hogy hát, ha ennyire előre lehet rendelni, akkor ilyen nagy mennyiséget rendelek, és akkor te előre 3 hétre megrendelem a kaját, és akkor az emberek elkezdtek rendelni raklapokkal, WC-papírt, meg ilyeneket. Miért, ha belegondolsz, veszel 3 zsugor tejet, az már 36 kiló. Na például, ugye? Tehát gondolom előfordult a dolog, vett valaki 20 kiló kenyeret, 3 zsugor tejet, meg 1 raklap kólát, aztán rájöttek, hogy annyira nem éri meg a nagyüzemi kiszállítás. Úgyhogy ezek vannak nálunk. Úgyhogy marad az, hogy kimegyek szombaton a boltba, és megveszem a kis tejcsimet, meg a kis tojást, meg ilyeneket, ami kell. És megfertőzöm közben az utamba kerülő időseket. Hú, de gonosz vagy te. Hát miért jár kell az utamba?
ez a téma, amiről most beszéltünk, valami mennyire érdekli a hallgatókat? Szerintem nagyon elfeledkeztünk magunkról, mert olyan jól elbeszélgettünk így egymás között. Szerintem van a hallgatóknak is tapasztalatuk kiszállítással, meg, meg ilyen problémákkal is kell, és mi kíváncsiak vagyunk, hogyha valakinek van valamilyen története, akkor ossza meg velünk, és akkor a fiókból beszemezgethetünk a következő adásba, hogyha érkezik valakitől valami jó sztori, akkor ezt elmondhatjuk. Jó. Mondjuk most amúgy is vicces rendelés, ezt a vibrációs trénert is házhoz szállítással rendeltem meg, és a futár jelentkezett, telefonon lementem átvenni, és rajta se volt maszk, rajtam volt ugyan, de rajta nem volt, úgyhogy nagyjából oda dobta nekem a kis 10 kilós csomagot, és már menekült is el. Úgyhogy ez is vicces volt. Itt Írországban én most olvastam egy ilyen threadet, hogy az a problémájuk, hogy a futárok csak így bedobják a kertbe, akkor volt, akinek a recycling kukába rakta bele, hogy nehogy ellopják, akkor volt, aki tudod, rendelt ilyen fotókönyveket. Nem fényképalbumot rendelsz, hanem egy olyan könyvet, amiben fényképek vannak kinyomtatva. És akkor rendelt az egyik hölgy egy párat, és ugye Írországban előfordul olyan, hogy esik az eső, úgyhogy és ilyen kertes házban lakik, és kirakták neki a kertbe, és nem szólt a postás, hogy jött, vagy nem csengetett be, vagy nem csinál semmit, csak lerakta, délután megnézte az e-mailjét, látta, hogy jaj, hát ez delivered, vagyis hogy kiszállítva. Megnézte, hát, ja, tényleg ott van. Oda ment hozzá, és így rommázott doboz volt, amit kapott, és azt mondja, hogy hál' Istennek rendesen becsomagolták, mert ugye nejlomba is, és azért ezek nem áztak el, de amúgy a doboz az egy az egybe úgy megszívta magát vízzel, hogy azt mondja, hogyha nincs így becsomagolva külön a fotókönyv, és ebbe akkor szétázik az egész. Nekem az ételszállító csinál hasonlót, de nem, tehát nem negatív értelemben, hanem én megmondtam az ételfutárnak, hogy nem kell hozzám becsengetnie oda a lakásommal szemben, mert én a tető teraszon, tehát a tető apartmanban lakok. Luxus. Luxus, abszolút luxus, igen. Penthouse-ba lakok. És az ajtó mellett előtt leteszi, és akkor kész, jók vagyunk. Úgyhogy én gyakorlatilag minden reggel olyan 8:30 táján kinyitom az ajtómat, beviszem a kis kajámat, és nem is találkozok a futárral. És nem is főzöl magadnak, hanem csak kaját rendelsz minden héten? Főzök is magamnak, általában valami csirkemellből, babból, hagymából dolgokat. Hagymás babos csirkét, igen. Az a legjobb. Mint Bud Spencerék? Hát... Hagymásbab. Ebédben megeszem ezt a cuccot, és akkor... Bud Spencerrel, meg Terence Hill-lel, ja. Amiben hagymásbabot esznek. Például a izé volt jó, amiben mi hagymásbabot beküldtek a forgatásra? Hát. Jó. Ja. Jobb és bal keze. Abban. Meg a virslit sörrel még. Bunyó karácsonyig. Abban is rengeteget zabáltak. Abban még egy izét is megettek valami pulykát. Különbendőbe jövünk be? Aha, igen, abba is. Akkor a kincs, ami nincs be, ott is úgy kezdi, hogy a hagymásbabot szereti, hát. Nem a puffin lekvárt, pedig a puffin ad erőt és mindent lebíró akaratot. Papogájáját kezdte nyomni. Puffin, dobod el. Dögvész fog pusztítani a cápák közt. Azt már görgette is ki a ládákat, amit itt a hajójában. Amikor a szigetem megtalálja, ez egész jól néz ki. Jó van, nem filmeket mesélünk egymásnak, hanem holnapra azt mondják, hogy eljön a nyár Írországba, milyen 25 fok lesz, meg napsütés, meg minden. Vettem is elő a csirke mellett egy sztéket, meg kolbászt, meg azt ilyeneket. Azt hittem a fürdőgatyát. Holnap. Nem, van kertem is, ti? Van kertem, meg van egy barbecue sütőm, meg van barbecue szenem, úgyhogy holnap barbecue-t fogok sütni. A szuper. Nektek? Én halat fogok sütni. Szóval meg én holnap keményen melózok, addig te sütni főzni fogsz. Én élvezem a napfényt, ülök a kerti széken, és forgatom a húsit a barbecue-n. A szuper. Én meg úszni fogok, és halat fogok sütni. Úszni játszani fogsz, ugye? Igen. Hát a szubnautikával fogok játszani egész nap. Ezzel az úszással. De az nulla fok alatt van, nem? Aha, a below zero, igen. A durva, igen.
Hát jó, mert úgy van a túlélő mód, ugye szubneutikában enni kell, meg inni kell, meg az életerőt mutatja, meg az oxigén szintet. Below Zero-ban ott még azt is mutatja, hogy mennyire fagy szét a lábujjad, úgyhogy ott arra is figyelni kell. De vízben Below Zero? Az valami van ott vízben, ott kicsit azt hiszem több a szárazföldi kaland, de van víz is, igen. Hát a vízben ott kevés olyan terület van, ami nagyon fagyos, de van olyan. De a sós víz az lemet zéró alá. Nem sokkal. Lemet. Nem sokkal, de lemet. A sima szubnautikában ott inkább a melegtől kellett félni, mert ott a vulkanikus tevékenység, ott a vulkánok között való úszkálás nem tett jót az ember egészségének. Ami világéletembe zavart, hogy pláne itt Angliában általában csak olyan fagyálló folyadék, ablakmosó folyadékot lehet kapni, ami mínusz 5 vagy esetleg mínusz 10 fokig működik. Nagyon nehéz ettől koncentráltabbat venni. És a mínusz 5 fokos plusz 2 fokon megfagy. Az hogy van? Az akkor fagy meg, amikor ez már mint ablakmosó folyadékról beszélünk? Igen. Autóban való ablakmosó folyadékról. Igen, mert a fagyáló komponens, ami benne van, az alkoholtartalmú, és az alkohol, hogyha szétporlasztod, akkor az gyorsan párolog. Uh-huh. Tehát, ha ráspiccolod az ablakra, és közbe fújod ventilátorral, vagyis a menetszél hűti, akkor az pikpak kipárolog abból az ablakmosó folyadékból, yeah, és elveszti az összes hidegtűrő képességét, és a benne maradó összes adalékanyag, az meg képes fagyni, ezért fagy rá a szépen ráporlasztott. Plusz 2 fokban? Plusz 2 fokban is párolog. Tudom. A fagyáló folyadék helyére tudod, mit kell tölteni? Mit? Vodkát. Házi pálinkát. Annak még a szaga is jó. Az biztos. Az a rendőr megállít, maga ívott. Úristen, maga ívott. Kész. Bele, meg se fújatnak vele szondát, már veszik el a jogsit. Egyébként, tehát plusz 2 fokban nem kéne, hogy ráfagyjon. Véletlenül mégis plusz fok van és ráfagy, akkor az annak az a fizikai magyarázata, hogy az elpárolgó alkohol ugye a párolgás hőt vonál. Uh-huh. Oké, okay. Egyetértek veled egyébként, ebben valószínűleg igazad van. De plusz 2 fokban azért nem kéne. De fagy. Nem tudom miért, de fagy. Igen. Mármint ez, hát ugye ráfújom az ablakra és törlöm az ablaktérőt, szépen egyre vastagabb jégréteget képez az ablakon. De ez nem álló helyzetben, persze, ez menet közben. Az durva. Probléma, hogy lehet, hogy összecserélték, és a fagyasztó sprét raktad bele, és akkor az azért lehet. Lehet. Igen. Ahogy azért erről a gyártónak is tudnia kellene, nem? És ha már mínusz 5-ről beszélünk, akkor legyen mínusz 5. Addig bírja ki az a nyomorék folyadék, ne plusz 2-nél fagyjon nekem rá a szélvédővel. Erre tudnám ajánlani a Total Car ide vonatkozó tesztjét, amit megcsináltak a fagyáló folyadékok valós fagyáspontjáról. Szerintem Google jó barát, rákeresel, és akkor ők elmondják, hogy mik a tapasztalatuk. De egyébként, ha jó fagyáló folyadékot akarsz venni, akkor ne ilyen angol gyártótól vegyél, hanem olyan gyártótól vegyél, de nincs aki más. Tudja, hogy mi az a fagyálás. Tehát kanadai, izlandit, esetleg orosz. Kamcsatkait, oroszt. Yeah. Mert ott aztán tudják, mit kell tenni a fagyás ellen. Ott tudják, hogy mit kell tenni az is, vagy hogy kell csinálni az autót, hogy beinduljunk mínusz 40 yeah. fokba is. Mi? Hát ők Oroszországban, Ukrajnában tüzet raknak alatta, az a legjobb. Hogy felgyújtják. Hát Svédországban, ugye 2005-6-7-8 körül jártam ott, és 2500 körül? 2568 körül, igen. Ja. Nem, 25.658 körül. Már megint időt utaztál? Igen, már megint. Szóval, amikor Svédországban dolgoztunk egy darabig, ugye az otthoni céggel kiküldetésben, akkor azt láttuk, hogy majdnem minden oszlopnál, tehát ahol megálltak az autó, parkolóhelynél volt kirakva egy ilyen 220-as doboz. Szépen fogták, és kihúztak madzagot, és bedugták. De nem volt elektromos az autó, meg semmi, úgyhogy nem értettük a dolgot. Aztán kiderült, hogy van egy ilyen kis fűtés hozzájuk. Konkrétan bedugod a 220-ba az autónak az ilyen vezetékét, és volt benne egy ilyen merülő forraló lett volna, és ez szépen melegítette a hűtővizet, meg az olajkört. Azt tehát amikor beültél, akkor ilyen mínusz 20 fokba is, már a langyos autóba ültél be, és nem ez a vadhideg volt, és nem fagyott szét, és semmi. Milyen autó volt? Milyen márka? 1856-os? Svédországban?
Valami? És Svédországban szerinted milyen autó van? Volvo? Nem tudom. Volvo? Szóval igen. Hát ez, nem is nagyon láttunk mást. De hát ez durva. Hát azért a, hát nem kell nagyon messzire menni az időbe. Azért 2000-ben már voltak normális ablakfűtés, meg ülésfűtéses autók. Tehát ez, az de... nem mágia, hogy most felfűtse az autót. Volt az már nem, az, nem az ülést, nem a belteret fűtik. Jó, értem, de láttam már olyan autót, ami fűti a belső rendszereket is, hogy ne fagyjon be, mit tudom én, az olaj, ne dermedjen meg az olaj, meg ilyenek. És akkor már nem fogod beindítani, mert akkor az akkumulátort úgy leszívja, mint a 21. Hát azért annyira nem. Azért annyira hát nem de, szívja. De sajnos, de. Tehát pontosan ezért volt ott egy 220-as ilyen melegítőkör. Én 2006-ban vettem az első autómat, ami egy, hát otthon Opel Omega-nak hívták volna, azt hiszem, itt kint Vauxhall Cartonnak hívták. Ez 2006-ban volt, amikor megvettem, már akkor majdnem 15 vagy 16 éves volt az autó is. Bőrülés, napfénytető, elektromos napfénytető. Azt hiszem, talán az ülés is elektromosan mozgatható volt, a vezető oldali ülés, és fűtött ülés volt. Tehát már akkor is volt fűtött ülés. Hát de most nem, ez nem a fűtött ülés a mágia, tudom, az volt. Csak Laca mondta, hogy 2000-ben már volt. Hát szerintem már 90-ben is volt. Na, ezt mondom. Tehát én nem hiszem, hogy annyira sokat enne egy olyan rendszer, ami az olajtartályt, meg a víztartály köré szűt, mit tudom én, elektródákból kis hűt juttat a rendszerbe, hogy ne dermedjen meg mondjuk az olaj. Ahhoz azért nem kell olyan rengeteg energiát elvonni az akkumból szerintem. Hát a fűtés az azért mindig sok energia kellett. Hát sajnos, Laca, azt kell, hogy mondjam, hogy de. Hát ez szomorú. Ilyen decemberben voltunk ott, és reggel úgy keltünk fel, hogy 40 centi hó esett. Kinézek az ablakon, mondom, Jézusom, hát mondom, innen mi be nem jutunk a munkahelyre, hát itt akkora, ezért van, akkora hó van, hogy esélytelen. Elmentem zuhanyozni, kijöttem, a zuhany alól, egy ilyen tőlem gyors 5-7 perces zuhanyzás, kijöttem, és mindenütt az úton azt láttuk, hogy ezek a homlokrakodók, traktorok tolólappal, kis traktorok, minden elkezdte összetolni a havat ilyen nagy kupacokba. Ezek azért királyul csinálják, összetolják a kupacokba, aztán láttunk ilyet, Miskolcon előfordul így, hogy összetolják egy ilyen nagy kupacba havat, egyszer és akkor márciusban még a fekete ilyen, akármi folyik belőle az ilyen fekete, ilyen szurok színű ilyen dombokból. Március-áprilisban, hát mondom, majd itt is lesz ilyen, aztán mindegy, de hát már készülődünk. Éppen lementünk az autóhoz, megyünk, és akkor látjuk, hogy hatalmas nagy, ilyen 40 tonnás Volvo kamionok, hatalmas nagy kamionokkal átcsorognak be, jön a traktor, fogja a kanalát, megrakja a kamiont hóval, púposra, agyig, a kamionok meg kivitték a város határába, azt leborították. És jöttek vissza, és 3 óra alatt, nem mondom, hogy csontszárazra, összeszedték, kitolták a havat. Bemegyünk dolgozni a svéd céghez, beérünk, sziasztok, mi újság, üzé, esett a hó, milyen fantasztikus, és akkor a svédek mind. Látjátok, hogy ezek a tehetetlen bagázs egy kis hótól megijednek, és nem lehet közlekedni, és mind, ti panaszkodtok, kezd meg! Mi azért tényleg tanulni mentünk ott, hogy a jobban kereső bagázs volt kint. Kiderült, hogy a takarítónő olyan 3-3 és félszer annyit keres, mint a mi közülünk, aki normálisan, vagy inkább jól keresett. Ez így kiderült, és aztán a következő nap mondták, hogy hát át kéne menni valahova Dániába, mert azért ott fizetnek is, nem csak fizetgetnek, mint itt. Uh-huh. Úgyhogy... mindenhonnan van egy kis elvágyódás. De a svédeknél egy ilyen 40 centis hó, így kinéz, 40 centi, semmi. Nem kell magam kiásnom, hiába vagy. Hát ez azt mondja, biztos azt mondja, hogy hát akkor ma nem papus megyek dolgozni. Igen. Tanében most már fel kell vennem hosszú nadrágot. Igen. De az a durva, hogy itt meg ugye Írország, ez a másik véglet, ahol leesik 20 centi hó, már nem magasságában, hanem hosszába. És felkapcsolják a ködlámpát, és gyökkettővel közlekednek. És szétvakít a ködlámpával, de nem megy, és 8-nál többel nem hajlandó menni. Ja. Azok az már baromi széles írországi utakon, mi? Hát jó, mondjuk az igaz, hogy itt Írországban. Ha szembe jövő van a másik sávba, akkor is le kell húzódni, mert
maximum úgy tudsz előzni, ha van beépített ugrató a motorba, és át tudod ugrani. Nem is igaz. Dehogy nem. Vannak bizonyos útszakaszok, ahol vannak olyan helyek, ahol meg lehet kísérelni egy előzést is. Hát nekem a többi útszakaszon, amikor nálad voltam, rendes halálfélem volt, félelmem volt. Olyan keskeny volt az út. Ez van, a szekérre van méretezve. A szekér elfér, meg gyorsan úgy sem megy, ezt a lovak nem ütköznek össze. Igen. De csak egy szekér, egyszer egy úton. Tehát, hogyha elindul a szekér az úton, akkor az út végéig azt nem kerülhet ki soha. Meg aki szembe jön, az is visszafordul. Igen. Én láttam olyat, hogy a Tesco-ból ment haza iszével ezzel a homokfutó, vagy mi az, amelyik, tudod, úgy néz ki, hogy van egy ló, van egy rúd, meg két kerék. Uh-huh. És akkor a két kerék között ül egy ilyen rúgós ülésen a csávó. Kezébe az, azokat hogy is hívják? Olyan, mint hát régen, ilyen... amit az izébe a... Az a versenyezni szoktak, nem? Aha. Hát valami olyasmi, de ezek bevásárolni mennek vele a Tesco-ba. Ez de durva. Igen. Ez parkolóba hogy áll úgy, meg? Hogy zárja le a lovat? Riasztod, bekapcsolja. Rákacsint a ló, meg mondja, hogy puk-puk. Kétszer felvillan a szeme. De szerintem hát ez a csinál köti ki a izéhez, hogyha ha valaki lopni akarja, akkor a lomot jelz. Láttam én már ilyeneket a McDrive-on keresztül menni, tehát az is vicces. Hol laksz, de és ti járulnál nekem? Ez Dublinba volt, ez nem vizés. Városban? Ez Írország legfővárosában volt. Nem tanyám volt. Van egy ilyen kép, hogy csak Írországban, a villamoson fenn van egy ilyen póni, vagy nem tudom mi a fene. A villamoson a póni. Volt nálunk is így, hogy nem szekérrel, csak így lóval bejöttek a McDrive-ra, és akkor minden így, jaj, de szép, jaj, de csak addig tartott az örömködés, amíg rá nem jöttek, hogy a drive-ot majd ki kell takarítani a lócitromok után. Az nem volt kellemes. Az autók nem pottyantanak, de a lovak igen. Itt Angliában mit csinálnak? Mert a rendőrök járnak lóval, meg van egy pár ember, aki jár lóval, de nem nagyon láttam, hogy van zacsi kötve nekik a farkuk alá, a lófark alá. Tehát hát gondolom, hogy és azt tudom, hogy nincs megengedve, hogy össze-vissza potyogtassanak. A rendőr bácsi leszáll, előveszi a műanyag zacskót. Jó nagy, mert az a műanyag zacskó kell azért. Hát nagy, igen. Mert a ló az nem kutya macska méretben nyomja. Azt azért megnézném, amikor ezekbe a kis állatos szemetesekbe bepróbálja tuszkolni azt a másfél két kilós adagot. Játszok ezzel a MechWarrior 5-tel, és... How much? Bifél? 30 körül van. 30 körül. Olyan nem se lesz, igen. Mármint nem 1000 forint, hanem euró, tehát 10 000 környékén. Értettem, kimagyar igen, forint. Igen. És nagyon szuper, nagyon szép, jó kis küldetések vannak, nagyon szép, jó mekkeket lehet összeszedni, és az jutott az eszembe, és aztán egy kicsit lelőtték a poént a Connector Podcastben is, de esküszöm, hogy nekem jutott hamarabb eszembe, hogy ez milyen lenne VR-ban. Ehhez, hogyha lenne hozzá cucc, tehát hogyha lenne VR támogatása, és lehet, hogy erre azt mondanám, hogy instant get, tehát akkor lehet, hogy befizetnék, nem érdekelne, mennyibe kerül egy videókártya, meg egy Oculus set. Mert mi olyan jó benne? Fú, nagyon durva lenne. Tehát ezt VR-ba játszani, ez nagyon-nagyon frankó lenne. Nagyon szép is a játék, meg szerintem pont ez a dolog, amit lehetne úgy játszani, hogy a VR headset a kezedbe, és akkor tudod irányítani, mert ugye nem... Én azt hittem, hogy azt a fejre teszik, nem a kézbe. Hát az irányítót, azt a kézbe kézbe kell. Mert azt mondta, hogy a VR headset a kezedbe. VR headset akkor a fejeden, az irányító a kezedbe, és akkor nem neked kell menni, mert ugye ez alapból úgy néz ki, hogy te irányítod ezt a Mac-et, igen, ami tudna úgy mozogni, ahogy te mozogsz. Ugye a torzót lehetne úgy fordítani, hogy simán a fejedet forgatod. Az irányítóval lehetne kapcsolgatni az összes kapcsolót, ami kellene hozzá, meg mindent meg tudnál nyomkurászni, meg átállítani, meg lőni, meg minden. Fú, ez nagyon-nagyon frankó lenne. Ezt nagyon szeretném, és ezzel kapcsolatban lett is egy hír a vezes.hu-n. Nincs kérdés, ez a világ legjobb szimulátora felkiáltással. Uh-huh. Ilyen dobozba beleülni, játszani a MechWarriorral,
Azért ezt tudnám, bírnám. Az vagy az ilyen szimulátor dolog, és mondjuk engem a szimulátorok annyira nem kötnek le. A MechWarrior se kötne le? Nem, nem. Régebben játszogattam én is a MechWarriorral, de már annyira nem köt le, mint régen. A vezes cikke arról szól, hogy kár, hogy Új-Zélandra kell érte repülni. Mi ilyesmiben már ültem egyszer. F-14-es szimulátor volt benne? De itt egy VL sisakot raksz a fejedre. Ott olyan... még nem volt, ott képernyő volt csak előtte. Na, de itt nem képernyőd van, hanem VL sisak a fejeden. Nagy gömb alakú szimulátor az egész, kicserélheted a kezelőszerveket, és akkor azt látod, ami VL sisakba megy. Nem egy speciálisan csak repülőgépre, vagy autóra, vagy mit tudom én, hullámvasútat csinál, hanem akármit tud beletölteni, mert ugye a VR headsettel megy. Igen, igen. Szerintem ez nagyon... A Patreon támogatás helyett ezt is elfogadja a podcast. Ha valakinek van fölöslegbe egy ilyenje, akkor nekem van helyem a nappaliba, úgyhogy én szívesen letesztelem. Ide állíthatjátok. Hát, nem rossz a VR egyébként. Én bírnám, csak akkor már olyan eszköz kellene nekem VR-sisakkal, mint ami a Player One-ban volt, ez a mindenfelé szaladgáló treadmill, meg ilyen dolgok, és akkor azzal lehet dolgokat megcsinálni. Meg ugye az a ruha, ami az érzetet keltette. De hát attól még nagyon messze vagyunk szerintem. Igen, attól messze vagyunk. Attól a VR de élményt, azt mondják jó. Egyébként, hogyha ez a Valve-nak ez az új játék, a VR-os Half-Life játék, ami most jött ki. Half-Life Alyx. Aha, igen. Mondják, hogy azt még akkor is megéri, hogyha veszel hozzá, hogyha van egy normális PC-d, hogyha megveszed a játékot meg a headsetet hozzá, végig tolod és eladod annyi bukóval, még az is megéri azt az élményt, mert az nagyon jó sikerült. Azt tényleg a világ összes pénzéből fejlesztette a Valve, arra a hardware-re, ami neki megvan, és nagyon szuper. Hát, ha már játékoknál tartunk, én meg azt hallottam, hogy a Mass Effect sorozatot, a trilógiát remake-elni fogják, úgyhogy az is jön. És az egy nagyon jó sorozat, tehát én az első, meg a második részt többször is végigjátszottam, a harmadikat is, kétszer-háromszor, bár az biztos, hogy az mindent üt az a játék. Ha azt jól megcsinálják, esetleg valami VR támogatás is lesz hozzá, hogy az alatt is lehessen játszani, akkor lehet, hogy akkor már elgondolkodok azon, hogy veszek egy olyan videokártyát, meg egy olyan VR eszközt, amivel érdemes játszogatni. Szerinted a Horizon Zero Dawn tényleg jön PC-re? Igen. Nyárra ígérik. Most nem tudom, hogy lesz-e belőle valami, de például a fent van a streamen, hogy 2020 summer. Meg hát azért már egy ideje ettől hangos a játék... világ, hogy jön a Horizon PC-re. Én is azért kaptam fel a fejemet valamikor egy hónappal ezelőtt, hogy ezt a játékot akarják tervezni PC-re, aztán most már kezd egyre biztosabbá válni, tényleg csinálják. Ezt a streamen 2020 summerre van a tervezett megjelenési dátuma a Steamen. Így. Az már nincs messze. Hát a COVID-19 közelében minden messze van, tehát ebből még lehet simán 2020 karácsonya is. Amit még várok, így várós listámon van, az ugye a Baldur's Gate 3, ugye? A Horizon egyébként olyan, mint a Red Dead Redemption 2, az is, hát nem maga a játék nem olyan, de olyan szinten van az is. Az is ugye konzolra jött, és aztán portolták PC-re. És az érdekes a Red Dead Redemption 2-vel, hogy még mindig 60 euró. És ezért tartja az mindig árát, nem fogom megvenni. De miért tartja az árat? Én ezt nem értem. Ilyenkor már azért leszokták vinni rendesen ilyen 30 körülre. Hát nekem megvan az is PS4-re, de... Mit is néztem? Aha. A te kedvenc játékodat levitték 45 euróra. Diablót? Nem Diablót. Ó, van még Hellgate. Na hát, a Doom Eternalt vitték le 45 euróra, másra gondoltam. Az is 60 euróra indul, és már lent van 45 euró. Pedig hát az egy újabb játék, bőven, mint a Red Dead Redemption 2. Na jó, de hát a Blizzard játékokat sem nagyon szokták szotyér árulni. Nem, ez igaz. Hát ez azért igaz. A Diablo 3-ot most már meg lehet venni. Ja. Viszonylag olcsón. Zelda Breath of the Wild, ez még mindig
mindig olyan pénzeket kérnek érte, hogy nem, el se hiszed. De az nem érdekel engem, mert azt úgyse fogom megvenni. De hogy nem? Mikor fog az kijönni PC-re? Sose. Na, hát akkor sose fogom megvenni. Hát majd a Switch-edre. Dehogy veszem meg a Switch-et. Mikor veszek Switch-et? Mondd már el nekem. Decemberben. Dehogy? Decemberben még kapargatni fogom össze a tartalékaimat, mert még mindig nem fogok rendes fizetést kapni szerintem. De lehet, hogy akkor már itt kapod a fizetésedet. Ó, az jó lenne. Jaj, tényleg, volt egy ilyen ígéretünk, ugye? És én azt ígértem, hogy ebben az évben kijutok Angliába vagy Írországba, de hát ez a... Hát most a, COVID egy kicsit, mert a helyzet miatt, ami most van, egy kicsit elnézzük neked a csúszó. Ez egy kicsit átírta a történelmet, úgyhogy egy évet biztos, hogy csúszni fog a dolog. Nem biztos az egyébként. Nem biztos végül is. Bármi is lehet. Még mindig lehet, hogy decemberben rájövök, hogy nekem itt nem terem babér. És eljössz ide babér? És elmegyek oda babér. Ú, tényleg be kell áztatnom a babot, hogy holnap főzzek. Ami babunk úgy be lett áztatva, hogy már csírázik. Jó, az nem jó. Az nem jó. Nekem meg a citromfám virágzik. Gyerekeknek ültetünk babot, hogy lássák, hogy milyen gyorsan nő. Citromfád? Ú, viszont a habanerom az már nagyon, nagyon növekszik. Mert egy ilyen 5 centis átmérőjű a kisebbik, a nagyobb egy picit nagyobb. Mm. Ilyen, de még zöldek. Két ilyen kis habanero. Előleg pirosak lesznek. Az red habanero. Majd, ha megkóstoltad, számolj be róla. Esetleg kedves hallgatóinknak a habaneroiról is, a csípős paprikájáról is szeretnénk fényképet látni. Uh-huh. Elég kompetitívek-e, hogy ők is megmutassák, hogy tudják-e. Ja, ja. Hát azért ez egy kicsit nehéz kérdés most, mert Laca már elkezdte, és hogyha a hallgatóknak még nincsen, akkor még csak most fogják. Hát én behozható vagyok, mert én a lakáson belül termesztem a paprikát, mert ugye nekem nincs kertem, hogy csak úgy kihaincsam az udvarra, aztán hajrá. És szerintem nem vagyunk mi ezzel egyedül, hogy csak mi termesztenénk, mert mint csak ti termesztenétek paprikát az ablakba. Nem, biztos, hogy nem, csak... Hát én, Gyuri, én a helyedben már a kert felét beültettem volna a baneróval. Paprikával. Meg szkorpionnal. Az az igazság, hogy akár hiszed, akár nem, én is lakáson belül termeltem a paprikákat. Legalábbis ott kezdtem, aztán később kikerültek ezek a kertbe. De így is annyi lett belőle, hogy szerintem 2-3 évig nem kerültetnem másik adagot. Az jó. Az jó. Az a hátrány megvan, hogy én nagyon szeretem őket frissen és ropogósan is. De ugye a 2-3 évet nem bír ki, úgyhogy ki kellett őket szállítani. Hát nekem az a tervem, hogyha majd lesz elég, akkor egy iszonyat erős habanero lecsót főzök belőlük. Jó kolbásszal. Az jó hangzik. Az jó hangzik. Friss piacos paradicsommal. Amit megbeszéltünk, hogy megnézzük Bad Boys for a Life-ot, végignéztétek? Én hát tegnap jutottam hozzá a kölcsönzőből, úgyhogy még nem láttam én se. Még nem néztétek meg. Nem néztem, szerintem azt a tegyük el a következő adásra. Hát ez egy hete volt. Sok időm nincsen erre, hogy filmet nézzek, érted? Mert nappal dolgozok, este Subnautica, nincs időm, meg eludni is kell. Nappal szubnautikázol, amikor meeting van. Ilyen munkahelyett is egyébként. Ez egy áprilisi hír, április 16-án jelent meg az Indexen, hogy nyitva felejtettek egy torontói szupermarketet húsvét vasárnap, a többit el lehet képzelni. Ja, az igen. Üzlet tele volt áruval, csak éppen személyzet nem volt benne, se a pultokban, se a kasszáknál. Mire a rendőrség kiért, az árukészlet alaposan megcsappant, szemtanúk szerint volt, aki kilószámra hordta ki a kocsijához az árut, de olyan is akadt, aki az önkiszolgáló kasszákat akarta bekapcsolni, hogy fizethessen. De vannak ilyen hülye emberek. Volt valami ilyen hír is, hogy egy fickó vagy üzletben tanyát vert, és ott kezdett el élni. Azt hitte, hogy a paradicsomba került. A kedvenc sorozatomban is van egy ilyen rész a My Name is Earth-be, amikor 2000-ben azt hiszik, hogy itt a világ vége, és nem tudják, hogy hova tűntek az emberek, és beköltöznek a szupermarketbe, mert nem találnak embereket. Azt nem tudják, hogy éppen egy parádén vannak az emberek, mindenki ott van, csak ők nem, mert ők átolották az estét részegen, aztán hajnalban felkeltek, sehol senki, bementek a szupermarketbe, és ott elkezdtek élni. Aztán másnap, amikor felkeltek a áruházi ágyakban, jöttek a bevásárlók.
Ez király. Igen, addig tartott az apokalipszis náluk. Ne felejtsétek el, küldjetek e-mailt, küldjetek jó YouTube linkeket, küldjetek fényképet a saját paprikátokról, amit termesztetek, vagy valami, ha valami növény, szobanövény van, akkor arról, amire büszkék vagytok, mint én a virágzó citromfámra, meg küldjétek el, hogyha valami rendelési tél volt, vagy valamivel nagyon meg voltatok elégedve, vagy valamivel nem, és küldjétek el a véleményeteket arról, hogy mit szeretnétek nálunk hallani, vagy esetleg témajavaslatotok van, azt is. Jó? És akkor közben akkor mi zárjuk le lassan az adást. Oké? Okay? Jó. Lezárhatjuk, igen, várjál, ezt bezárom. Mielőtt lezárod, ezt bezárom. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, itt volt velünk Laca. Sziasztok! Gyuri. Minden jót, sziasztok! És én István. Ha tetszett, kérlek, hagyj 5 csillagos, és ha lehet szöveges értékelést az iTunes-ban, vagy ahol hallgatsz minket. Ha nem tetszett, kérdésed, kommentet, esetleg hozzáfűzni valód van, küldj e-mailt az info@hinyugatra.hu e-mail címre, amit mind látunk, vagy egyenként a Gyuri, Laca, vagy istvánkukac@hinyugatra.hu-ra, vagy hagyj kommentet a Facebookon, melynek címe facebook.com/nyugatra.hu, és a YouTube-on a posztolt adás alatt. Itt tudsz minket követni, lájkolni, valamint megosztással segíteni a műsor népszerűsítését. Az összes adás MP3-ban elérhető a honlapunkról, ami a hídnyugatra.hu címen elérhető. Itt megtalálható a show notes teljes változata, minden link és hivatkozás, ami az adásba szóba került, viszont hallásra legközelebb.